városunk nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsük Berta János a igen. körzet képviselőjével együtt. Igen. Betöltötte a 90. Igen. életévét. Ez a nagyon szép korhoz nagyon jó erőt és egészséget kívánunk, sok boldogságot, és engedje meg, hogy a miniszterelnök emléklapját átnyújtsuk. Szabó Lajost otthonában Szabó Lórend polgármester és a körzet képviselője Berta János köszöntötte fel 90. születésnapja alkalmából. Az ünnepeltet Orbán Viktor miniszterelnök emléklapjával és az önkormányzat által vitt meglepetéssel köszöntötték. A születésnapos és lánya egy finom és mutatós tortával is készült, amelyet a vendégekkel együtt fogyasztottak el a jeles nap alkalmából. Lajos bácsi a mai napig nagyon aktív, minden napot szorgosan tölt el. A nyugdíjba vonulása óta az udvarában kialakított kertjét műveli. Nyugdíjban is dolgozok. Reggeltől estig. Délután nem alszok, nem fekszek le. Mozgás legyen. Azt mondták Pécsen is, hogy a főorvos, hogy mozgás a lényeges. Az dolgozok reggeltől estig. Mindig találok valami munkát. Lajos bácsinak sok cseresznyéje, paprikája és paradicsoma van. Szereti otthon termeszteni a zöldségeket és gyümölcsöket, hiszen azt mondja, sokkal jobb ízük van, mint a boltban árult termékeknek. Nagyon büszke keze munkájára, stábunknak is nagy örömmel mutatta be az általa gondozott nagyszemű szőlőket.